Sziasztok srácok, ebben a videóban folytatom a tokebokát, ahogy ugye szoktam. Ebben a videóban bemutatom nektek a VVU-t, lényegében az egyetemet, mivel azóta, amióta nem jelentkeztem, ugye megkaptam, aztán még megkaptam a Movie Studiót, a iskolát és a Bohemian House berendezést, szóval most lesz mit csinálnom nektek. És sajnálom, hogy eddig nem volt videó, csak természet suliba voltam, és elkezdődtek a kajak versenyeim, mivel kajakra járok, de most már be fogom tartani, hogy egy heten fölrakok, még csak ha berendezést is, de valamit fölrakok. Szóval hát akkor ebben a videóban ugye bemutatom nektek a VVU-t, szóval én nem is húznám az időt, és csapjunk is bele. Kezdem ezzel a résszel, mivel ez volt a legközelebb, szóval akkor menjünk végig egy bábúval, mondjuk vele. Na szóval ez a hely olyan, ahol gondolom tudsz venni ilyen kaját, innivalót, meg ilyesmiket, aztán ruhákat is, és ilyen dolgokat. És aztán, hogyha bemutattam ugye azokat a részeket, akkor azután a szikriketeket is én megmutatom. Szóval itt lehet bármilyen kávét csinálni, ilyet és ilyet. Szívecskés is van. Meg tudja persze inni, ahogy szokásosan. Valami újságok, csoki, chips, szendvicsek, aztán donátok is, mindenféle ilyenek. Szóval a secrethez majd fog kelleni ez a kék bigyó. Szóval most vigyük el. Aztán ugye még vannak itt ruhák, bármi ilyenek. És akkor folytassuk. Jaj, beakadt. Jól van. Itt van ilyen helység lényegében, ahol kint lehet enni. Itt van egy lány lényegében, vagy néni, most nem tudom. Itt vannak plakátok, meg ilyenek. Ide ugye le lehet ülni, só, meg a... Na mindegy, elfelejtettem most a nevét. Itt van egy bögre, olyan madárkás. Aztán szemét, miért nem tudta kidobni az, aki ide rakta. Aztán van itt egy ilyen bábú, ami elég furán néz ki, olyan madár, meg ilyesmi keveredék. Jól van, itt az amerikai focilabda, ugye. Aztán itt van egy frisbee. Hú-hú. Jól van. Itt lehet növeszteni ezt a növénykét, ha nem is tudom hogyan, de ez biztos föl fog nőni valószínűleg. Itt van egy bácsi benne a könyv a kezében, egy madárka, aztán egy ilyen plakát megint a VVU-ról. Aztán itt van ilyen basketbalos hely, ahol ugye lehet dobálni lényegben ez kosárlabda helység, ahol lehet dobálni a labdát. De ha nem is értem, hogy miért van csak egy kosár, de mindegy. Aztán itt van egy kullacs, amiből tudnak inni. Jól van, az utolsó helyiség pedig ez, ahol ezeket kell berakni, csak még össze kell szednünk a többi szint is. Szóval, hát... Itt van mindenféle ilyen, hogy végeztek az egyetemmel, ilyen sapka, ruha, olyan, mint a Harry Potteri, tudjátok. És akkor, hát, ja, akkor meg is mutatom, hogy hol vannak a gombok. Ez, leveszed a dobozt, ez, és itt van a sapkák mellett. És kinyitódik ugye ez a helység, ahova ezeket kell berakni. Akkor itt van mindjárt a rózsaszín is, azt rakjuk ide be. Már a kék is megvan, és meg kell szereznünk a zöldet, meg a lilát. Na, és akkor aztán itt van ilyen robothelység, egy szemüveg, egy robotruha, színkártyák, legalábbis én úgy gondolom. Aztán ilyen
mindenféle dolgok, törött telefon, megint egy bögre, szerszámok, valami papír, amit nem lehet kinyitni, és akkor ez a helyiség ez is lenne, megmutattam már a szikriteket is, szóval én mennénk is a következő helyre. Na szóval itt is vagyunk a második helységnél. Itt is lesz, tudjátok, az a bigyó, ami szokott lenni, amit be kell rakni, aztán abba is kinyitódik az a dolog, amit előbb mutattam. Szóval van itt egy laptop, aztán egy táska, lámpa, éjjeli lámpák, aztán kettő szekrény, és meg is találtuk a lila, azt a bigyuszt. Jól van, azt vigyük is már magunkkal. Itt van az a WWU-s püss. Aztán itt vannak ilyen össze-vissza plakátok megint, matek, meg ilyesmik. Aztán van ilyen kulacs, vagy tokatím. Itt van kettő barát. Aztán van itt egy aranykupa, meg mindenféle más kupák is. Aztán van itt egy bögre, ami olyan ufós. Aztán dobókocka van, a Saturnus, aztán egy ilyen telefon, kóla, ez most nem jut az eszembe, mi a neve, de mindegy. Aztán valami összegyűlt papír, a tagtársa ötöst kapott, na mindegy, kicsit rosszul tanult. Aztán ufóstól, látom, ez a taktárs nagyon szereti az ufókat. Aztán mindenféle plakátok vannak itt is, párna, és akkor ez minden. Ez itt a konyha, itt is szét vannak választva a hűtőben a kaják, meg a polcokban is, hogy kié melyik kaja, meg minden ilyen. Van itt szalonna, aztán pizza, tej, ami meg van ízesítve, eperrel, aztán szójatej. Ez minden ilyen zöld hely, ahol csak zöld dolgok vannak, ez olyan színes. Ó, a kettő A-nak itt nincs semmi, na mindegy. Aztán virsli is van itt még. Lényegében ez a hűtő, ugye, aztán ebben a polcban nincs semmi. Kettő polc, van itt egy epres lekvár, spagetti, cukor, olaj, vagy hogy hívják, aztán rizs, ezt nem tudom, hogy hívják, de tudom, mi az. Aztán ez az elsőnek meg az első B-nek a helye. És itt vannak már csak aztán a poharak, a megatálak. Jól van, akkor ez a hely addig ennyi. Aztán itt van ilyen helység, ahol tudnak ezt játszani. Nem tudom ezt se, hogy hívják, de mindegy. Jól lehet amúgy játszani. Így, jól van, itt van valami becsomagolt kaja, spagetti, mi más, itt van az a macska, akinek mozog a keze, de ennek nem akar mozogni, na mindegy, van itt egy gitár, de jól játszik, aztán mindenféle virágok, nézzétek mekkora nagy rádió, de az most nem kapcsolom be. Aztán itt vannak a külön postaládák, ahogy lássátok, akkor azon a postaládán is UFO van, ahogy mindig mindenem. Szóval, ja, itt is van ez a WWU-s plakát, itt van a WC, meg ugye együtt a fürdőszobával, de valahogy nagyon pici. Aztán van itt egy törölköző, egy ilyen, ezt majd fogom használni valamelyik shorthoz, vagy videóhoz.
Aztán van itt ilyen kontaktlencse, elektronikus fogkefe, ugye az a... Na mindegy, most nem jut az eszembe. Na, csepek a kontaktlencsére. Aztán fésű, ilyen nem tudom mire van, talán a hajra. Fogkefe, aztán szájtisztító, inhalátor. Szóval van itt ilyen, aztán ide rá van írva, hogy no pets, hogyha nem tudja valaki, akkor ez azt jelenti, hogy nem lehetnek itt állatok. És nézzétek, mit mutatok most itt nektek. Ez valami nagyon érdekes lesz. Hogyha kinyissátok ezt a helységet, itt tele van minden állatokkal. Ki hozta ide az állatokat, hogy mi? Én nem. Jól van. Oké. Van itt mindenféle izé, WC a macskának, jaj, de cuki hörcsög, aztán van itt teknős, meg minden ilyen állat, cica is. Jól van. Akkor menjünk a következő lényegében utolsó helységre. Ja, meg még itt van a mosógép, a mosóporral, vagy mi az. És ez az utolsó hely, itt már kicsit kipakoltam a dobozokból, bocsánat, mivel nagyon érdekelt ez itt szétrendezni. Aztán ugye itt van a 2A-nak, meg a 2B-nek is a szekrénye. Itt van az ágyuk, itt nincs semmi, senki se lakaddig nála. Az kár, pedig szeretnénk taktársat. Jól van, jól van, elhiszem. Jól van, aztán itt mindenféle fotók vannak, ugyanúgy növények, ott mindenhol kell, hogy legyen. Behúzó, lámpa, ugye, az lehet éjjeli lámpának is, még egy laptop, tolltartó, cicás tollan, avokádó kép, makaróni kép, aztán sushi kép, talán volt tehátok Kaliforniában, ugye? Hát ja, az jó. Jól van, és akkor ez is lett volna ez a helység. Menjünk az utolsó helységre, és ott ugye az a helység van, ahol tanulni lehet. Nagyon örülök rá! Na szóval itt is vagyunk, ez a gondolom az igazgató helysége. Jó napot, érdeklődhetek, csak most épp bemutatom a videósaimnak az egyetemüket. Jaj, hát persze érdeklődhet addig, köszönöm. Jól van, itt van egy ilyen polc, ahol a rejtett cukorkák vannak a tanítónőnek, de arról ne szólj kérlek, már szóltam túl késő, na jól van. Itt ki tudja nyomtatni a jegyeket, az A-t, a B-t, a C-t, a D-t, meg az F-et. Itt vannak, itt ugye a nyomtató. Miért kaptam 5-öst? Jól van, csésze. Aztán van itt egy következő secret, már most megmutatom. Itt leveszed ezt a képet. És kinyitod, és itt vannak ilyenek, ha nem is olyan érdekes, de ezt is secretnek szánták, szóval. Én úgy veszem mindegy secret, de mindegy. Aztán itt van ilyen helység, ahol ugye lehet inni vizet, gondolom ez a várakozó helység a irodában. Van itt alma, ananász, meg nem tudom mi ez. Aztán plakátok megint. Lámpa, szekrény, ami tele van a medálokkal, meg a kupákkal, a diplomokkal is. Aztán itt a következő helység, ahol gondolom már olyan nagyobbak tanulnak. Itt van a következő secret, itt van az a krampet, úgy szólva a tesómnak a bedikéje. És itt már meg is találhattuk együtt a bedikével a zöld bigyuszt, és akkor megvan az összes. Majd meglátjuk, mi jön ki, hogyha az összeset odarakjuk.
Jaj, itt az öreg bödikem, a 65 éves, még több is. Jól van, lecsukunk, legyen nyugalmad. Itt is van egy szekrény, de itt viszont a tantárgyak vannak meg, ami a tantárgyakhoz ugye tartozik. Aha, nézzétek, ez mondjuk nagyon érdekes, ugyanúgy. Nekem tetszik. Így leszáll, itt van a földgömb. Jól van. Aztán itt van ilyen iskolatáska, ami ugye VVU. Aztán nem hiszem, hogy ez nagyon nagy secret, de megmutatom. Itt van ilyen kettő nem szekrény, hanem a polcos, nem tudom mi, ahova rakhatják a dolgokat. Itt van egy kajásdoboz. Te a tesztet! Te csítesz! Mit csinálsz? Elmondom a tanárnőnek. Júj, ne, kének! Jól van, most úgyis bemutatok. Köszi. Szívesen, nincs mit. Itt van egy kisfiú, aki nagyon jól ugyanúgy tanult, bemaszkozta magát, hogy magas közben nem is. Kicsi gyerek. Jó napot, emberek! Hello. Na és akkor ez az utolsó hely ebben a helyiségben. Itt van a tanárnő, és itt a tábla, itt tud rajzolni, aztán le tudja törölni valami szorzást, meg plusz-mínuszt ad. 3 meg 3 az mennyi? 6. Igen, ügyes vagy, köszönöm. Jól van. Ez meg van oldva. Lehet itt változtatni színeket, azt is, hogy milyen vastagon menjen. Van itt a teljesen vastag, a nagyon vékonyka és a középső. Jól van, és akkor aztán még van itt egy ilyen, most nem jut az eszembe mi a neve, és akkor itt lehet ilyeneket változtatni, itt tanulnak a kémiáról, biológia gondolom, és minden ilyen nehéz dolgok. Jaj, utálom a biológiát, olyan rossz. De nem szabad ilyet mondani az iskolában, jól van, tudom, ezt csak mondtam. Jól van, ezt kikapcsolhassuk. És az utolsó dolog, ami vár ránk, az bevinni ezt az utolsó 2 bigyúzt abba a helyiségbe, és meglátjuk, hogy mi nyitódik ki, és már nagyon várom. Szóval akkor menjünk Jake kedvéért. Itt is vagyunk, jaj, végre. És az utolsó 2 bigyúzt vár ránk, és a lila... Ki tudott akar? Mi történik? Oh, Mi ez? Erre nem gondoltam. Ne, cuki! Annyira cuki! Nagyon cuki a robotka! Szóval, srácok, ennyi is lett volna ez a mai videó. Köszönöm, hogyha megnéztétek, és... Nyugodtan dobjatok egy lájkot, iratkozzatok föl és kommenteljetek, és nyugodtan írjatok azt arról is kommentet, hogy ti hogyan folytatnátok ugye Izabellával, meg Lizával kapcsolatban, Kittivel és Balázzsal kapcsolatban ugye a további részeket, hogyha valami az eszetekbe jut, és én valahogy megpróbálom belekombinálni. Szóval még egyszer köszönöm, hogy megnéztétek. Itt Zoya voltam. Sziasztok!